Jó reggelt! 3:49 kilenc van. Zsófi még nem írt, de fent vagyok magamtól, ami meglepő. Még egy picit itt chillelek, aztán felhívom, hogy Mizu, és kezdjük a mai napot. Azt mondtam neki, hogy elmúlt dél. Ha! Érdekes! Hát akkor egészségedre, kedvesem! Montenegróra! Fotózás után az egész csapat elment ebédelni, ahogy látjátok, és az egész hétvégére ez volt jellemző, nagyon csajos, nagyon instás, mindenki nagyon jól érezte magát. Ebéd után volt egy pár óra szabadidőnk, úgyhogy Zsófival meg is indultunk. Most végeztünk az ebéddel, és Zsófi el akar hozni fagyizni. El akar hozni fagyizni, itt van a legjobb fagyi az egész világon. Úgyhogy most jövünk fagyizni. A fagyi egyébként elképesztően finom volt, viszont ahogy ott végeztünk, indulnunk is kellett vissza, és egy gyors tusolás után elkezdtünk készülődni, ugyanis jött értünk a kocsi, és az összes csajjal elindultunk a rendezvényre. Ahogy mondtam már nektek, a Pinko hívott meg minket erre a kis utazásra, és itt következett a fő esemény, a divat bemutató. Maga a divat bemutató helyszíne egyébként nagyon szépen meg volt csinálva. A kikötőnek az egyik sarkába fel volt építve a kifutó, előtte kis vörös szőnyeg, és egy rövidke kis várakozás után már kezdődött is a show. Maga a divat bemutató körülbelül 30 percig tartott, és ezután kezdődött az after party, ahol igazából lehetett találkozni mindenki olyannal, akivel az előző pár napban nem találkoztunk. Itt egyébként már nem is videóztam, viszont nem is maradtunk túl sokáig, mert másnap keltünk időben, hogy összekészüljünk és induljunk a reptérre. Ez volt az a pillanat, amikor már 30 perc vártunk a gépre, és kezdtük érezni, hogy ez a hazajutás nem lesz olyan könnyű, mint ahogy eredetileg gondoltuk. Ahol eredetileg voltunk Tivatban, van repülőtér, de annyira pici, hogy alig indul járat onnan, főleg nem Budapestre, és főleg nem közvetlen járat. De sajnos másik reptérről se volt közvetlen járat Budapestre, úgyhogy a mi hazajutásunk úgy nézett volna ki, hogy Podgoricából Belgrádba, Belgrádból Budapestre, és egészen pontosan 7 óra 45 perckor otthon is kellett volna lennünk. 55 perc után már landoltunk is Belgrádban, ahol átszenvedtük magunkat az egész reptéren, hogy még egyszer átmenjünk a biztonsági ellenőrzésen, ahonnan nagyon boldogan oda sétáltunk egy táblához, hogy megnézzük, hogy melyik kapunál fogunk beszállni, és itt szembesültünk a lehető legrosszabb opcióval. Nem. Oda néz, hogy szervezkedik. Annyi variálás van, hogy nem hiszitek el, de elméletileg már csak egy óra, és elindulunk haza. Vagy igen, vagy nem. Kiderül. Ugye? Uh-huh.
Te most komolyan itt minden után azon aggódsz, hogy a jég, te rosszul leszel. Zseni, imádom. Megvan a piád? Igen. Ez így van. Nem kell bele túl sok tanít, ugye? Nem kell túl sok tanít. Elrontaná. Cheers to Air Serbia! Cheers to Air Serbia! Yes! Betty ott tölti a telefonját, én meg itt. Lovely. Előjött a tépkabát, ha minden igaz, indulunk. Találtam egy új lábdeget. Kettő van. Elvileg itt van a sofőr. Elhisszük, hogy itt van a sofőr? Szerintem nincs itt a sofőr. Imádom. Megvan a kocsink. The Mercedes. Hello, good evening. Good evening, welcome. How long you are waiting? From where you arrived? Podgorica? Yeah, Podgorica. That's it. You were in Montenegro. So you are Hungarian? Yeah. Yes. Istana. Élvezem? Milyen íze van? Mit érzel? Sose volt még ilyen jó. So, na kosti. Világíts rá. Leparkoltam itthon. Lovely! A helyzet az egyébként, nem sokat, de igazából aludtam a kocsiba, és azon gondolkozom, hogy lehet, hogy nem biztos, hogy fogok már aludni. 5 órakor minek feküdjek le? Na mindegy, menjünk fel, aztán majd kitaláljuk, hogy mi lesz.